Szerencsére Magyarországon is egyre inkább kultúrája és hagyománya van annak, hogy milyen csokoládét fogyasszunk, és már azt is tudjuk, hogy honnan származik az a kakaó, Perúból, Madagaszkárból vagy Chiléből. Emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor a nagynemámnak volt egy kis csokoládés szekrénye, és minden ajándék, amit ő kapott, vagy amit nekem próbált meg oda eldugni, az mindig ott volt biztosan egy helyen, szóval nem kellett keresni. Ja, hát ne viccelj, nekem a nagymamám állandóan palacsintát gyártott, kakaós palacsintát, és az apukám pedig külföldön dolgozott, és hétvégente mindig hozott édességet magával haza, amikor hazajött. És tulajdonképpen őt is nagyon vártam, de hát milyen egy gyerek, az édesség volt az első kérdésem, és gyakorlatilag egyszerre megettem mindent, tök mindegy, hogy éjszaka érkezett, vagy reggel érkezett, de azonnal betoltam az összes csokit, amit csak hozott. Azért az milyen érdekes, hogy feltehetőleg mindannyiunknak megvan egy meghatározó gyermekkori csokoládélménye. Azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretné a csokoládét, és ez felnőtt korban is megmarad részben, de felnőtt korban én például már figyelek arra, hogy minőségi csokoládét fogyasszak, minél magasabb kakaótartalommal. A keserű csokiban nem mellesleg még azt is szeretem, hogy nem csak, hogy finom vagy nekem a legfinomabb, mert hogy nem annyira édes, de még ráadásul sokkal egészségesebb is, mint bármelyik csokoládé, de az biztos, hogyha elutazom valahova és valakinek ajándékot szeretnék hozni, akkor leggyakrabban ilyen különleges ízeket szeretek, mint a tengeri sós vagy a csili is. Ezeket szereted? Igen, abszolút szeretem őket, de képzeld el, hogy amikor én valamilyen műsorra készültem, vagy még annó a vizsgáimnál, mindig bevetettem a csokoládét. Én mindig éjszaka tudok jobban készülni, és a csoki élettani hatásainak köszönhetően sokkal jobban ment a tanulás is. És ugyan gyerekkoromban a tejcsokit szerettem, de felnőtt koromban már az étcsokit. Viszont gyerekkoromban nem voltak olyan tejcsokoládék, mint most, akár 45-55%-osak is lehetnek, úgyhogy azoknak már édes az íze, mégis magas a kakaó tartalma. Nekem például kifejezetten fontos, és nagyon örülök, hogy már oda lehet erre figyelni, hogy minőségi összetevőkből válaszunk csokoládét, hogy tudjam, hogy az is egészséges, és nem csak finom. Emlékezz vissza, hogy gyerekkorunkban volt a mogyoros, a mazsolás mogyoros, meg a sima. És ennyi, legalábbis én ennyire emlékszem. Most pedig már az ízek tárháza az határtalan. Igazán sok csokit még gyerekkoromban sem ettem, de abban egészen biztos vagyok, hogyha valamit megkóstoltam, akkor az a praliné volt, és hogy nem rágtam, hanem szopogattam, mert imádtam azt az érzést, hogy elolvad a számba. Szerintem ez minden gyereknek és felnőttnek egyaránt boldogságot okoz. Nem véletlenül hívják boldogsághormonnak a csokoládét, ugye szokták így?